Ez a HVG Pszichológia podcastja. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Én Szörnyi Kriszta vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője. Ahogy máskor is, most is a pszichológia berkein belül kalandozunk, hétköznapi kérdéseinkre, gondjainkra, problémáinkra keresünk válaszokat. Vendégem Zinger Magdolna, gyásztanácsadó, mentálhigiénés szakember. Szervusz Magdi! Szia Kriszti! kivigasztalja meg a gyereket. Imádom a könyv címeidet, annyira beletalálnak a problémáinkba, azokba a kérdésekbe, amik mindenkit izgatnak, legalább egyszer az élete során. Szóval, hogy kivigasztalja meg a gyereket, általában azt válaszoljuk, hogy hát a szülei kellene. Kivéve, ha a szülei válnak, vagy a szülei maguk is nehéz érzésekkel viseltetnek bizonyos dolgok iránt, amikről azt gondolják, hogy jobb, ha a gyerek nem tud. Hú, és itt mennyi hibát elkövetünk mi szülők, te jó Isten! Hát amikor beszélgettem gyerekekkel, mert ez is egy interjú kötet, és, és, hány gyerek végig sírta a beszélgetést, meg én is a könnyes szemmel, de főleg amikor írtam utána, mert jó szándékúan is, de nagyon-nagyon sok hibát elkövetünk szülőként. És azért született ez a könyv egyébként, mert, mert én vártam gyermekpszichológusoktól könyvet, hogy ebben a témában, gyász témában, de hiába vártam, és én nem vagyok gyermekpszichológus, és azt gondoltam, hogy hát nem vagyok ebben kompetens. De aztán gondoltam, hogy maguk a gyerekek a kompetensek, majd én megkérdezem őket, hogy mi segíti őket, mi nem segít, milyen hibát követnek el a Tanárok, pedagógusok, a szülők, a testvérek, a barátok, és mi az, ami meg pont ellenkezőleg nagyon is sokat segített nekik. És akkor elkezdtem interjúkat készíteni gyerekekkel, de nem csak gyerekekkel, hanem olyan felnőttekkel, akik gyerekkorukban szenvedtek el valami komoly veszteséget. És akkor még ez jobb is volt, mert ők már sokkal differenciáltabban tudtak mesélni az akkori érzéseikről, sőt a következményekről is, hogy a nem segítés, a magukra hagyás az milyen következményeket vont maga után. Nos, tehát akkor veszteségfeldolgozás: hol hibázunk, ha gyerek is van ebben a relációban, ez, ebben az összefüggésben. Ugye ez két nagy téma ebben a könyvben, aki vigasztalja meg a gyerekek. Két című könyvedben a gyász, tehát amikor halál haláleset történik a családban, vagy a család körül, a másik pedig a vállás, ami hasonló vesztesség feldolgozást igényel, mintha valaki meghalt volna vagy vagy praktikusan olyan is, hogy eltűnik a, a gyerek Igen. életéből az Igen. egyik vagy másik szülő Különböző hibákat követünk uh -huh. el halálesetnél és különböző tválásnál. Halálesetnél nagyon meg akarjuk kímélni a gyereket, és mivel magunk is bajban vagyunk a halállal, tehát annyira tabu a halál, hogy meg nem tanultuk meg a szüleinktől, hogy, hogy lehet erről beszélni nyíltan, és, és ugyanúgy lehet beszélni, mint bármiről és akkor elkezdenek köntörfalazni a szülők, meg a, konkrétan meg sem mondják sokszor a gyereknek, hogy meghalt valaki. Olyan szavakat használnak, ami próbálják szépíteni a dolgot, hogy eltávozott, örökre elaludt, meg ilyenek, és akkor, hogyha kisebb gyerekről van szó, szóval mondjuk egy óvodáskorú gyerek, ő aztán ezt névértékben is veszi, és mondjuk fél elaludni este, tehát lehet egy ilyen következménye. Azt gondolja, hogy elhagyta ott a szülő, vagy az a nagymama, mert elutazott, meg mindenfélét fantázián. Uh -huh. És az, az történik ilyenkor, hogy hogy megpróbálja a gyerek a hézagokat ki, kitölteni. Tehát amit ő nem tud, azt kitölti a fejében, hogy kerek egész legyen. És azért nem kérdez, mert. Leveszik azonnal a gyerekek az adást, hogy, hogy a szülő erről nem akar beszélni, ez egy tabú, és ő alkalmazkodik ehhez. Ezáltal ő magára van hagyva. Tehát akkor, hogyha nyíltan kommunikál a szülő, akkor a gyerek tud kérdezni, tud reagálni. Amire a szülő megint tud reagálni, és előjöhet például olyan, hogy, hogy úgy gondolja az a kisgyerek, hogy azért halt meg a nagymama, mert ő rosszalkodott valamit, nem tudom, visszautasította a tökfőzeléket nagyon dühösen, vagy akármi, és akkor ő ezen fantáziál és magát, hogy ő a, ő a hibás. A könyvben például van egy olyan nagyon-nagyon tragikus történet, hogy, hogy az egyik kisfiú, nagyon várta a kistesót, aki koraszülöttként megszületett, és ő valahogy kierőszakolta, hogy ő szeretné látni a kórházban a kisbabát. És akkor kivették az inkubátorból, és mutatták neki, majd másnap meghalt a kisbaba, és akkor ez a kisfiú egy-két nap múlva váratlanul rázuhant az a tudás, vagy az a felismerés, hogy ő, ő, gyilkolta meg azzal, hogy kivetette az inkubátorból. Ennek olyan súlyos következménye lett, hogy, hogy belebetegedett, dadogni kezdett, mindenféle fizikai, meg lelki tünete lett. Nem is tudom, milyen szellemeket látott, meg nem tudom, de még külön megbüntették, szóval szörnyű, hogy mindent keresztül. Na most, hogyha nyílt lett volna a kommunikáció, és akkor ez a kisfiú mesélhetett volna a bűntudatáról, akkor tudtak volna segíteni, mert hát nem gonosztevő szülők voltak, hanem csak hibáztak ebben, mert szintén jót akartak vagy nem tudták, hogy hogy kell. Uh -huh, igen, azt gondolom, hogy De. nagyon sokszor emögött az áll, hogy maga a felnőtt sem tudja, hogy, hogy mit mondhatna, hogy talán neki is igen. sincsenek rá szavai. Mennyire lehet a gyereket beavatni ebbe? Ugye ez majd a vállásnál is érdekes kérdés igen. lesz. Tehát mennyire tudunk őszinték lenni egy gyerekkel, hogyha ha nekünk magunknak is ambivalens érzéseink vannak? A, nyilván a korának megfelelően kell, és, és inkább kérdéseket feltenni, hogy ő, tehát a mélyére menni, hogy mire kíváncsi végül is, és, és magunkról pedig annyit megosztani, ami nagyon fontos, de elegendő. Tehát olyan részletekbe nem menjünk bele, ami megterhelné nagyon a gyermeki pszichét akár a vállásnak a részletei, akár a halálesetnek azokat a részleteit, akár a saját vannak az olyan részleteit, ami megrémiszti a gyereket. Tudjon róla, hogy én is szenvedek, mert ez is nagyon jellemző, hogy nem sírunk a gyerek előtt, elbújunk a fájdalommal. Mit gondol ilyenkor a gyerek, hogy ő vele van valami nagyon, megint ez a nem normális, amiről beszéltünk, hogy, hogy hogy, ő nem normális, mert hogy ő mennyire szenved, hogy nincs a nagymama. És hogy itt egyébként senki nem szomorú, hát mm. akkor ő vele valami nagyon nagy baj van. Egy, -egy ilyen történet is van, hogy, hogy az egyik a, a 14 éves kislánynak az apukája halt meg, és akkor a halotti toron elképedve nézte azt, hogy itt mindenki beszélgett, és hogy, hogy ez hogy lehetséges, hogy nekik ennyi volt, tehát ha eltemetik, akkor, akkor már nem szabad szomorúnak lenni, vagy most mi van. Akkor két év múlva valaki megkérdezte, hogy miért szomorú, mikor meghalt mostanában? Nem, már két hete, és az itt, hogy már nem szabad, neki szomorúnak lenni. Tehát hihetetlen, hogy mennyi félreértés övezi. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy, hogy legyen joguk a gyerekeknek. Vagy mondok még egy történetet, ami nagyon döbbenetes történet. Ezt már felnőtt mesélte el, hogy amikor kis ódás volt, akkor a hosszan betegeskedő, daganatos betegségben szenvedő testvér kéjét, vagyis testvérket, azt hiszem, kórházba került, őt meg eltávolították az alatt a szülők mert már ez a végstádium volt. És amikor hazament, ismét a házba, akkor kétségbe esve kereste az egész házban a testvérkét, és sehol nem találta, és senki nem mondta meg neki, hogy meghalt. Senki nem mondta meg. De milyen érdekes, hogy aztán ő kiszoko, kiszökött a az ódából, ez egy kis község volt, és szépen elballagott hova? A temetőbe. Miért a temetőbe? Hogy milyen érdekes ez, nem? És akkor a rend, egy rendőr találta meg, ott hosszas keresgéléssel, és hazavitte. Mit okozhatunk ezzel, ha ilyen fajta titkot ültetünk a gyerek fejébe? A legkülönbözőbb dolgokat, például tehát ez a, ez a ez a magány, hogy neki magányosan kell végigküzdeni ezt, és, és a rengeteg felmerülő kérdésre nem tudja választ, ez, ez egy ilyen elmagányosodáshoz, egy, egy kötődési, nagyon súlyos kötődési problémához is vezethet. Hát például Lee Woolmanról olvastam azt, hogy neki. Kicsi korában halt meg az apukája, és akkor az ő apukája meg a nagymamája versenyt gyászoltak egymással, és senki nem foglalkozott a kicsi Lívvel, aki éjszakákon át állt az ablakban, és a maciát ölelgetve is várta haza az apukáját. Most azért pszichológusok beszéltek erről, hogy elemezték az ő életét, hogy hogyan volt ő aztán a párválasztásaival, hogyan választott mindig idős férfiakat, és akkor egyszer ő azt mondta, hogy mert megkérdezték tőle, hogy ez még, mint olyan 50 éves korában, hogy ez feldolgozható-e még, és mondta, hogy nem, ő már így fog ezzel meghalni. Hát nyilván nem kapta meg a megfelelő segítséget. De ez később akkor bár, lehetséges. bármilyen... Lehetséges. Igen, nehogy ezzel... Módon. Igen, De hogy... sokszor közvetlenül is, tehát rögtön, ahogy uh, említettük a gyász folyamán is, hogy pszichoszomatikus tüneteket, vagy akár... Uh, rendellenes tüneteket okozhat a gyereknél, akár rögtön, tehát, hogy, hogy néhány... Igen, és, és azért, igen azért ne riogassuk itt a szülőket, mert hogy, hogy azért lehet segíteni, tehát akkor is, hogyha elkövetünk valami hibát, mm. valami mulasztást, és akkor ez korrigálható akár évek, akkor is, évek mm. múlva is, és felnőtt korban is még visszatér, lehet erre térni. A gyász folyamatoknál beszéltünk a búcsúról. Mi a helyzet, hogy egy gyereket szerinted hogyan tanácsolnád, hogy vonjunk be egy, egy eldávozótól való búcsúzás folyamat? Hát ez, ez régen ugye nem is volt kérdés, mert hogy otthon halt meg a hozzátartozó, és oda vitték a gyerekeket is, ez teljesen hétköznapi dolog volt, és ezzel edződtek is ahhoz, hogy, hogy szokták a tényét, szoktak a haláltényéhez, Hát ma más a helyzet, és, és tényleg meg akarják kímélni ettől is a gyerekeket, és a könyvben erre is számos példa van, hogy hogy nagyon zokon veszik a kamasz gyerekek, hogy, hogy nagyon sokszor például azt a folyamatot is elzárják, hogy már beteg az édesapa vagy az édesanya, és ezért ő nekik, Váratlan halálként jelenik meg az, amikor bejelentik, hogy meghalt a szülő. Tehát megfosztották attól a lehetőségtől, hogy ő is felkészülhessen, hogy, hogy legyen neki is egy egy gyásza, hogy el tudjon búcsúzni. Nem mindenki ilyen, mert van, aki odaviszi a gyerekét. Itt mérlegelni kell azt, hogy milyen állapotban van a hozzátartozó, mert lehet nagyon-nagyon riasztó állapotban, de azért én azt gondolom, hogy a gyerekek eléggé a szívükkel látnak, és felfedezik a, a lelket a, a nagymama lesoványodott arca mögött is. Viszont nagyon fontos a felkészítés. Tehát, hogy ne sokkolóan váratlanul érjen, hanem, hanem előtte lehessen megbeszélni vele, hogy, hogy most már nem úgy néz ki nagymama, mert nagyon megviselte őt a betegség és így valahogy. Mindenképpen a beszélgetés a legfontosabb tanács, amit adhatunk szűk körben, vagy egymás közt csak ketten elkezdve, de aztán családi körben is, akár kiterjesztve, és ez való, valószínűleg mindenkinek a lelki állapotára tudhatni a családban. No, de mi? Milyen... akkor a uh -huh. Igen, no, de mi a helyzet a vállásnál? Mondtad, hogy ott más Igen. fajta hibákat követünk el, pedig a veszteség ott is kulcs Hát óriási érzelmeket generál egy válás és szakítás, és ezért a szülők elég nehezen tudnak uralkodni magukon, elsöprő indulatokat élnek át legtöbbször, meg a fájdalom is elsöprő erejű, és ezért nehezen fókuszálnak a gyereknek a fájdalmára, még hogyha akarnak is, tehát azért, azért a szülők többsége nagyon is igyekszik, csak éppen nem sikerül neki sok esetben. Már nagyon fontos az is, hogy, hogy ahogy legyen a közlés, ugye, én például rájöttem arra, hogy az nem jó, általában azt javasolják szakemberek, meg hétköznapi módon is azt gondoljuk, hogy azt kell mondani, hogy, hogy, hogy a szüleid már nem szeretik, mi már nem szeretjük egymást, de téged természetesen nagyon szeretünk, és, és megmarad a kapcsolat, stb. De én rájöttem arra, hogy ha, ha, kimondjuk azt, hogy mi már nem szülők, már nem szeretjük uh -huh. egymást, akkor az, az egy olyan lavinát indít el, hogy hogy miért a szeretet az ilyen? Egyszer szeretjük, aztán meg nem szeretjük. Akkor engem is lehet, hogy még múlt még még szerettek, jövő meg már nem fognak szeretni. Igen, Ho pláne, ha bejönnek új szereplők a mi képbe. Ez? Abban Igen, a mi, mi ez, hogy hogy már ők nem szeretik egymást? Tehát ez, ez ugyanolyan felfoghatatlan dolog. És itt szerintem sokkal jobb azt mondani, hogy hogy, hogy már nem azzal a szerelemmel szeretjük, vagy szeretjük egymást, csak, csak képtelenek vagyunk vetekedés nélkül, ő, amit nem ő, tudunk ő. megoldani, mert ebben nagyon-nagyon ügyetlenek vagyunk, pedig igyekeztünk, <haz> és ez nem hazugság, mert azért én most már nem tudom hány évtizede foglalkozom vállással, és csoportokat is vezetek, és azért én abszolút látom azt, hogy, hogy ez a szeretet, meg a legnagyobb gyűlölközés, gyűlölködés mélyén is ott lapul, meg a kötődés, és ez még nagyon hosszú ideig, mire oldódik ez a kötődés, az nagyon hosszú. Tehát bátran ki lehet azt mondani, hazugság nélkül, hogy, hogy, hogy szeretik egymást a szüleit, csak már nem azzal a szerelemmel. Nincs statisztikám, de azt gondolom, vagy tippelem, hogy a, a leggyakoribb ok, vagy az egyik leggyakoribb ok biztosan egy harmadik személy. Hogy ez átmeneti vagy, vagy később állandóvá válhat, azt szerintem ilyen szempontból nem érdekes tulajdonképpen, de hogy, hogy ez bejöjön -e a képbe, ha valaki más. Az oka ennek a vállásnak vagy szakításnak? Nem a harmadik fél az oka, az már egy következmény általában. Tehát általában az van, hogy a, hogy a házassággal baj van, és akkor megjelenhet egy harmadik, uh -huh. vagy pedig van úgy, hogy kifejezetten katalizátorként, hogy már, már mind menekülni akarnak, de nem merik megtenni azt a lépést, mert nagyon nagy elszántság kell, és bátorság ahhoz, hogy, hogy egy családot felbomlasszunk, azzal a lépéssel, hogy valamelyik eldöntés azt mondja, hogy beadja a válog keresetet, mert ez most már így tarthatatlan, és minden szereplő szenved a gyerekek beleértve a gyerekek is. Ebben akár évekig még dagonyáznak a, a párok, mert, mert nagyon nehéz ezt, a, ezt meghozni, és, és érthető okoknál fogva. És akkor egy ilyen helyzetben megjelenik a harmadik, akkor az csak egy olyan szereplő, aki segíti, hogy megtörténjünk. Természetesen olyan is van, amikor, amikor feljön fel egy új szerelem, és, és elsöprő erejű, és akkor nem lehet ellenállni, igen, ilyen is van. De amiről beszélsz, az egy nagyon fontos a gyerekek szempontjából, hogy előbb-utóbb megjelenik a... Tehát, hogyha mm. ha új életet kezdenek a szülők, akkor megjelenik a az új partner, ami aztán újabb fájdalmakat generál a gyerekekben, mert hogy egyébként, ha, ha szülők, tehát van néhány feltétel, hogy, hogyha teljesül, akkor azért a gyerekek viszonylag hamar regenerálódnak. Mindenképpen megviseli őket a vállás, de hogyha ezek a feltételek a következők, hogy, hogy a szülők képesek jó szülőtársi viszonyt kialakítani, tehát nem háborúznak. Az egy alapvető, hogyha abba marad, még ha volt is valami, kisimulnak a dolgok, akkor hogyha az elköltözött fél az apa, vagy az anya tartja a kapcsolatot a gyerekkel, tehát egy szeretetteljes, állandó, stabil kapcsolatot, tehát nem érzi uh -huh. azt, hogy el, az gyerek nem érzi azt, hogy elveszítette azt a szülőt, Hogyha nem szidják a szülők egymást, nem idegenítik el, ez is egy nagyon fontos, és ha az új partnert nem azonnal integrálják a családba, vagy mutatják be, és akár erőszakkal, hogy létszves és szeresdőt. És akkor itt eljutottunk a kérdésedik, hogy mi történik ilyenkor. Hát nagyon nehéz dolog ez a mozaik család ez egy külön... Nem, az előző négy feltétel szerintem az is elég nehéz minden volt. Minden nehéz, nagyon-nagyon nehéz, de hogy ez, a, ez, az új partner, hát a könyvben a legszívszaggatóbb történet, amikor a kisfiú, azt hiszem Bende neve, végig sírta. Tehát egy külön az ő szobájában beszélgetünk, anyuka másik szobában, és, és végig zokogta az egészet meg hát én is csak alig csak nyertem a könnyeimet, mert hogy ez a kisfiú arról számolt be, hogy amikor elváltak a szülei, akkor egy ideig nem volt ez olyan rossz, mert ő ment az apukájához, és ő egy, egyke volt, és azt hiszem 11 éves, és 11 évig osztatlan figyelemben és szeretetben részesült mindkét szülőjétől, lubickolt ebben, és amikor elváltak a szülei, akkor is ugyanúgy az apukájához ment, és akkor az nem volt annyira rossz neki. Hanem nagyon-nagyon hamar megnősült az apukája. Méghozzá elvett egy olyan nőt, akinek két gyermeke volt már, és született, már várandós volt ez a hölgy, és született egy új baba. És akkor onnantól kezdve a kisfiúnak vége volt az élete, tehát olyan szinten szenvedett, és olyan mérhetetlen düh halmozódott fel benne, amivel nem... Azt mondta, hogy ha, ha kiengedném, megtelne a szoba. Uh -huh. És hogy azért... Néha egyébként az óvodában kiengedi, azt is Igen. igen. És hogy hát a, ha belegondolunk, ez az apuka annyira próbált megfelelni, csak hát sajnálatos módon rosszul, <laughs> nagyon rosszul, megpróbált megfelelni a, a az új feleségének, az hozott gyerekeknek, és az új babának, és az előző házasságból a kisfiának. De egyenlő porciókkal azt gondolta, hogy az a helyes, hogyha ő egyenlően kiporciózza ezt, és ezért, hogyha kisfiával volt, Bendegúzzal, akkor az úgy történt, hogy a másik két fiút is vitte biciklizni, tudom én, állatkertben, ide-oda, ha beszélgettek hárman együtt, tehát ő ezt ő úgy gondolta, hogy ő így tud jó édesapa lenni, és mindenkinek megfelelni. Hú, hát de ez borzalmasan érintette ezt a kisfiút, hogy ő soha, de soha nem kap az apukájából. És akkor még mérlegre is állította, hogy, hogy hát ők mennyit vannak időben is, hogy tök fölösleges, mert ő csak két hetente megy, miért nem lehetne vele Külön, egy délután, egy igen, délután, ahogy után, mondta, hogy igen. csak az apukájával igen. egy délután. És milyen egyszerű, ha így rápillantunk, ugye, külső szemmel, mennyire egyszerű lenne ezt ezt a vágyát teljesíteni? Hát igen, csak sok az érdekkonfliktus valószínűleg, és hát a, talán a gyerek a legkevésbé hangos. Meg hát mi is tanuljuk, Ilyen. mert hogy azért nem minden nap válunk, Nekünk is új ez a helyzet, meg, meg érzelmileg minden, minket is megvisel rendesen. Úgy van. Mi, mi az, ami még hiányként? Ugye talán a gyerekeknél a legerősebb ez a hiány megjelenése a kárváláskor, hogy a család hiánya a, a szülei kapcsolatának a hiánya, vagy akkor konkrétan egyik vagy másik szülő személyének a hibája. A hiány. Hát van, aki úgy eltűnik, mintha a föld nyelte volna el, ilyen történet is van. A, a, az a felnőtt nő, aki erről mesélt, azt mondta, hogy ő először örült annak, hogy elváltak a szülei, mert alkoholbeteg volt az édesapja, és, és nagy megkönnyebbülés volt számára. Csak hogy az már, hogy az apuka tényleg úgy eltűnt, mint hogyha soha nem is lett volna gyereke, az azért az ő önértékelésére nagyon kihatott, hiszen ha ő annyit sem ért, ér, hogy semmit nem ér, akkor, akkor ki ő valójában? Hogyha a saját édesapja nem szereti őt, és figyelemre sem éltatja, akkor ő egy értéktelen, ő egy senki. Úgyhogy nagyon-nagyon súlyos sebeket lehet ejteni. Igen, és na nagyon sokszor az látszott nekem a történetekből, hogy a gyerekek nem is tudják ezt feldolgozni, tehát ahogy mondtad is, vagy említetted is, hogy sokan hordozzák magukba felnőtt korukig ezt, a, mint egyfajta zárványt, és, és csak akkor merik elővenni, vagy, vagy csak akkor Hát jó eset, kerül hát amikor, előre. Akkor kerül elő, amikor problémákkal küzd, akár az új kapcsolataiban, sorra zátonyra futnak a kapcsolatok, felismeri azt, hogy ő nem mer mélyen kötődni, és akkor elkezd menni pszichológushoz, és feltárják, hogy mi itt az akadály. Vagy van egy olyan is, egy fiatalember, aki elveszítette a munkáját, az állását, és nagyon-nagyon és mélyre került, és nem értette, mert ő... Bármikor kaphat egy jó állást, olyan a képzettsége, olyan talpra esett, olyan kvalitásokkal rendelkezik, és hogy miért. Most miről van itt szó? És ott nagyon tudatos fiatalember volt, mert ő aztán elkezdett ásni egyre mélyebbre, és hullotta ki a szekrényből a csontvázak sorra. És ő az a fiatalember, akit már említettem, hogy hogy amikor a kisbabát kivették az inkubátorból, uh -huh. és hogy, hogy aztán elkezdett ezzel dolgozni, és sokkal több dolog derült ki, mint amiről ő tudott. Tehát felmenők közül, tehát ott is a transgenerációs, na tényleg ez egy tipikusan ilyen példa, ahol megjelent a, ez a úgynevezett transgenerációs átok, ami őt is sújtotta. De ő akkor aztán ezzel már tudott foglalkozni. Tehát amikor már felszínre kerül, akkor lehet gyógyírt találni erre. Ja, mielőtt elijesztenénk mindenkit a vállástól, hiszen azért tudjuk, hogy elég gyakori is ma, és egyébként az sem jó, hogyha a gyerekek egy mérgező légkörben élnek tovább a családban, hogyan lehet jól csinálni? Vagy milyen szempontokat lehet legalábbis, és vegyük azt, a, azt, az állapotot, ami szerintem inkább a tipikusabb, hogy az ember elöntik az érzelmek, és a, a düh vagy a harag. Az én fiam, mert én is váltam, azt mondta, hogy ha rövid ideig tart, azt túl lehet élni. De hogyha húzamos ideig, akkor, akkor történnek a, a nagy bajok. Tehát nagyon fontos az, hogyha ha, ha el is öntenek az érzelmek, akkor törekedjünk arra, hogy, hogy megbékéljünk. Tehát azért szülőként érezzük azt a felelősséget, hogy ezt, ezt nem tehetjük, hogy ez tarthatatlan, és akkor forduljunk mediátorhoz, közös. Érdemes egyébként párterápiában menni válláskor is, mert ott is segítenek, a vállásban is tudnak segíteni, hogy, hogy ne, ne legyen ez a harc, ne folytassuk ezt a harcot. És hát nagyon fontos az, hogy úrrá legyünk, hogy ne szígyjuk a, a másik felet, mert az, azzal ártunk a legtöbbet. Ugye a te csoportjaidat úgy hívják, hogy vállás és újjászületés csoportok. Nagyon nehéz elképzelni egy, egy vállás kezdetén, vagy, vagy a gondolat megszületésénél, hogy ebből újjászületés is lehet. Hogyan lesz ez mi a te tapasztalatod? Pedig már a vállási folyamat alatt, amikor már szétköltözik a pár, akkor már az alatt is megtapasztalnak olyan pozitív változásokat, hogy, hogy már jobban tudom uralni az életemet, már sokkal inkább önmagam vagyok, rendelkezem jobban a szabadidőmmel mit tudom én, már akkor észrevesznek, miközben borzalmas szenvedés. Tehát olyan, tényleg tanulja vagyok, tanulja vagyok olyan nagyon mély szenvedéseknek, de egyébként én is. Tehát én kétszer váltam, és mind a kétszer nagyon-nagyon megszenvedtem a vállásaimat. De viszont pont azért tudom mutatni, hogy nagyon is lehet abból felállni, sőt, hát szárnyalás is bekövetkezhet utána azt látom egyébként, hogy inkább a nők kezdenek szárnyalni. Szerintem ez azért van, mert a házasságban azért talán mi hozunk több kompromisszumot, bár ez hál' Istennek változóban van. De, de hogy emiatt aztán, amikor felszabadulunk, akkor egyébként sajnálatos módon, vagy nem tudom, de hogy a vállások háromnegyed részét nők kezdeményezik. És azért, mert mert nekünk fontosabb a kapcsolat minősége. Uh -huh. És házasságban is folyton próbálunk javítani, és akkor mondjuk, mondjuk, hogy szeretnénk ezen változtatni, és akkor férfiak tipikusan, nyilván nem mindenki, de tipikusan, ha nincs veszekedés, van vacsora, meg tudunk egy kicsit. Akkor az úgy, az a, az a null pont, az úgy teljesen ez rendben van. Okay. Nem is értem, hogy mi, miről van itt szó. Mi az, ami hiányzik? Hát ez itt... És akkor eszük ágában sincs válni. És akkor hú, hány férfi mesélte nekem, ez tipikus mondat, amikor a feleség, de nem ám hamar, hanem évek múlva, kilódások árán, akkor nincs tovább beadja a vállókeresetet, és nincs visszaút, és akkor hány férfi panaszolta nekem, hogy hát mondta a feleségem, hát igazából hát mindig mondta, hogy valami nem jó, hát de figyelj, én erre nem figyeltem. Hát az én azért azt én annyira nem vettem komolyan. És szerencsétlen férfi ott van teljesen összeomolva, amikor már nincs visszaút. Nehéz erre mit mondani, ez szintén ha divatos szót használjuk, transzgenerációs, vagy, vagy egyszerűen családi hagyományból hozzák a férfiak ezt? Hogy hát a ez innen... szocializáció inkább, hogy hozzuk azokat a sztereotípiákat, amik ahogy nevelkedünk, ugye, hogy, hogy viselkednek egy nők, hogy viselkedünk mi nőként, hogy viselkednek a férfiak, Férfiak ugye nem mutatják, a, ha mutathatják a kétségbeesésüket, fájdalmukat, ők erősek, mi meg okay. ugye odaadók, gondoskodók, ezek ilyen sztereotípiák, de aztán ezek a házasságban sokszor úgy nem kezden, kezdenek nem működni. Egy kicsit ezzel azt is mondod nekem, hogy, hogy a férfiak sokkal nehezebben élik meg. Ezt a Igen, de ezt senki nem így gondolja, hanem ellenkezőleg. Tehát a, a, abszolút de váló vállófélben lévő nők is azt mondják, hogy merő, mint Marci Evesen, tökére jól van, én meg itt döglök bele a fájdalomba, de hogy ez nagyon nem így nem van. Igaz. Ez annyira csak a látszat, sőt, a nők. Hát a kutatások azt mutatják, hogy a nők valóban mélyebben megélik, tehát a szenvedést nagyon megélik, de hamarabb felállnak. A férfiak meg évekig vacakolnak ebben a fájdalomban, miközben egy csomó nő kapcsolatuk kezdődik, újra nősülnek. Tehát a látszat az, hogy, hogy ők akkor milyen hamar. Mind, ha a nő meg német. még egyedül van, tehát az a látszat, hogy... És, és közben nem, mert a férfi valahogy nem jutott túl uh -huh. a szenvedésem, igazán. Nem, nem egy történetben szerepel is, hogy a, ahogy a gyerek szemszögéből mondja, hogy és a következő feleségét is elhagyta, ja, vagy igen. és a következő nő sem maradt igen. sokáig velük. Igen. Tehát, hogy hogy gyors. Ez nekem a arról árulkodott, hogy ez a fajta feldolgozás ez nem. Igen, de jönnek férfiak is most már hozzám egyénileg is, és a vállás és újjászületés csoportban is most már, még pár éve emlékszem, hogy így lasszóval kellett férfit fogni, mert ugye az a jó a csoportban, hogyha egymást is látják, hogy a különböző uh -huh. működéseket, és most meg most fele-fele már. Nagyon jó. És ők bátran mesélnek, ők kifejezik az érzéseiket. Nagyon szép. Még egy picit visszatérve, ha már a kivigasztalja meg a gyerekeket, től indultunk, szóval kivigasztalja meg a gyerekeket, meg tudjuk-e vigasztalni, illetve, hogy mennyire vonjuk be őt a, a, ebbe a gyász folyamatba, ebbe az újra tervezésbe, vagy újjászületésbe. Hogyha vállásról van szó. Vállásról van szó. Igen. Mert most érdekes módon inkább a halál jutott eszembe, hogy kivigasztalja uh -huh. meg a gyerekeket, akkor hadd mondjam ezt is, uh -huh. hogy, hogy azért nagyon egyéni odafigyelést igényel, mert hogy ami beválik egyik gyereknél, sokszor mondjuk egy pedagógus csinál egy olyan gesztust, hogy mondjuk közeledik az anyák napja, és akkor azt mondja, kislánynak az osztályba, akinek meghalt az anyukája, hogy te is csinálj valami alkotást, és akkor te elviheted a sírra. Szóval ez egy nagyon szép dolog, és akkor jól is reagál a gyerek, és akkor azt gondolja, hogy jó, akkor ezt lehet a másik gyereknél is, a másik meg frász kap ettől, és megharagszik, vagy, vagy van a, az a példa, hogy hogy arról kérdezett a tanár, hogy, hogy az édesapáknak mi a foglalkozásuk, és akkor, hogy őt meg nem kérdezte, mert meghalt az apukája. De hogy miért nem lehetett volna megkérdezni, ha egyszer volt, élt, és volt foglalkozása. Hogy milyen könnyen bele lehet csúszni, hogy... és akkor másik gyereknél meg ez nem pont ellenkezőleg volt, hogy hagyjon engem békén. És annyira jól felmutatják ezek a történetek, ezeket a ellentmondásokat, és ezért nagyon nehéz megvigasztalni a gyerekeket, mert hogy ő kell egyénileg odafigyelni, nem pedig, amit úgy gondolok, hogy, hogy az bevált, vagy olvastam a szakirodalomban, nem. Ő rá figyeljek, neki mi a jó, és ma mi a jó, mert lehet, hogy holnap meg ugyanez már nem lesz jó. És akkor a vállásnál pedig, hogy, hogy mi is a kérdés, hogy mi vigasz, hogyan tudjuk megvigasztalni a gyerekeket. Uh -huh. Nagyon fontos először is a kisebb gyerekeknél, főleg, hogy a biztonságérzetüket visszanyerjék, vagy hogy ne veszítsék el nagyon. Mert ugye egy vállásnál nagyon sok minden felborul, sokszor költözés is van, akár egy új iskola, tehát nagyon sokszor fenekestől felborul minden, és akkor elveszítik az ő És akkor azt kell tudatosítani, hogy megvan az ágyad, tehát ilyen aprólékosan, uh -huh. megvan az esti mese, ugyanúgy, ugyanúgy elmegyek érte az óvodába, vagy az edzésre, megy az apu. Tehát amikor ezek így kialakulnak, hogy aha, akkor úgy legalább a biztonság érzetét visszakapja, hogy aha, működik a világ, nem fordult ki sarkából, én értem, eljön az apu, megvan az esti mese, megkapom a vacsorámat, uh -huh. stb. Tehát ez a legfontosabb először, ez a biztonság, érzet, visszaadása. És akkor a továbbiakban... Teljesen egyéni, hogy ki -e tovább. De a legjobb, hogyha az első pillanattól kezdve beszélünk. A dolgokról. Igen, hát a, nem győzöm ezt hangsúlyozni, ez a nyílt kommunikáció. Ez a titka. Igen. Hogy szépen váljunk, és a veszteségeink se hagyjanak olyan nyomot, ami később megnehezíti az életünket. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.